nem katekéta az, aki nem kapott kánoni küldetést, akit nem a püspök közvetlenül vagy megbízottján keresztül küld erre a feladatra. Ugyanis a katekéta magának az egyháznak a tevékenységét végzi, abból sem kicsiny részt, a hit továbbadását, a hitre való oktatást és adott esetben nevelést, ez pedig az egyház nem privát funkciónak tekinti, hanem azt mondja, hogy minden Krisztus hívő köteles tanúságot tenni a hitéről, de az egyház nevében az egyház hitét azt taníthatja, aki erre megbízást kapott. Éppen ezért a mai világban gyakran előfordul, hogy valaki azt hiszi, hogy ő már hittanár, mert mondjuk végzett egy hittanár képzőt, vagy végzett egy hitoktató képzőt, vagy szerzetes nő lett, és akkor ő már oktathat, vagy tagja egy lelkiségi mozgalomnak, akkor ő már oktathatja a hitet. Hát személyesen tanúságot tehet természetesen, de ahhoz, hogy nyilvánosan, hogy hívők és nem hívők körének az egyház nevében tanítsa a hitet, ahhoz kánoni küldetés kell. És ezt nem pótolja egy puszta végzettség, egy diploma, mint ahogyan nem pótolja egy személyes, akár aszkétikus elkötelezettség sem. A katekéta szónak is elgondolkodtató zöngéi vannak. De először is azért, mert ha az ember mondjuk a Diós István atya által készített szómutatót felüti, amely nagyon nagy feladatra vállalkozik, nem csak a II. Vatikáni Zsinat dokumentumaiban, hanem II. János Pál pápa dokumentumaiban és az egyházi törvénykönyve szereplő fogalmakat kívánja betűrendes mutatóba szedni. Hát ott bizony katekétáról csak 2-3 utalást találunk, és utána egy nyilat, hogy lásd, hitoktató. Na most nem biztos, hogy ez rossz. Ha a mai embert megkérdezzük itt Budapesten, hogy XY mivel foglalkozik, ja, hittanár. Ugye? Főleg, hogyha iskolában dolgozik az ember, akkor ez nagyon illő vagy megfelelő elnevezés. Ugyanakkor éppen az egyház megyei katekétikai bizottságok inkább ezt a görög szót használják rá, talán akarva, akaratlanul hangsúlyozva, hogy nem pusztán ismeret átadás a feladat, hanem a hitbe való bevezetés, a hívő közösségbe való bevezetés is. Mégis az egyház történelme során nagyon különböző volt a feladatuk az úgynevezett katekétáknak, már amikor és már ahol voltak külön ilyen funkcióra, küldetéssel rendelkező személyek. Tehát kezdjük az elején. Ki volt az, akinek a hitet tanítania kellett, lehetőleg és főszabályként személyesen, a püspöknek. Kérdezgetik, hogy milyen legyen a püspök, meg milyen tulajdonságokkal rendelkezzék. Hát erre nézve a Szent Pál nem is egy helyen többször beszél erről tanításban, ügyesnek, stb., de keresetlenül azt mondja, hogy legyen didaskalos, azaz tanító. Mint hogyha azt mondaná, hogy legyen profi didaskalos, profi pedagógus, ugye? A nagy katekétikus szöveg emlékeink a keresztény ókorból általában püspököknek az írásai. Sőt, Szent Ambrus például foglalkozik a katekézise és aztán a misztagógiával, tehát a keresztelés előtti és a keresztelés utáni beavatásnak vagy hit átadásnak a művészetével, és szemmel láthatólag ő maga fogalmazta meg, tehát ha nem is minden feladatot látott el mindig személyesen, de tartalmilag püspöki feladatnak tekintették. Nem is véletlenül, hiszen már az apostolok cselekedeteiben azt olvassuk, hogy rendeljenek diákonusokat, akik majd az asztal szolgálatának szentelik magukat, hogy az apostolok maguk az ige hirdetést lássák el. Tehát látszik az, hogy itt nagyon szoros kapcsolat van a püspök személye, az egyháznak, mint egésznek a hite és ennek a továbbadása között. Mégis voltak olyan időszakok, amikor világi vagy nem világi katekéták külön feladatokat kaptak ebben a munkában. A jelen korban is más és más, radikálisan más értelemben használják a katekéta kifejezést. Az ember egy püspöki szinóduson hallgatja a felszólalásokat, olvassa a háttéranyagokat, és kiderül az, hogy mondjuk Latin-Amerikában vagy Afrikában
katekéta elnevezéssel, akár püspöki megbízással is olyan világiak kapnak küldetést, akinek az elsődleges feladata nem annyira a hitátadása, hanem a helyi közösség vezetése. Olyan kisebb elhagyatott településeken, ahol 100 kilométer számra nincsen pap, akkor a katekéta az kvázi a közösséget összefogja, még a közös imádság vezetését is tőle várják, stb. Latin-Amerikában meg még egész külön ez a helyi közösségi vezető funkció kapott a fölszabadulás teológiájának az időszakában egy elég furcsa konnotációt is, ugye? A katekistas communistas című fejezet, tehát a katekisták a kommunisták. Tehát egy kicsit a politikai szervező figuráját is látták benne. Na most ehhez képest Európában más a helyzet. Európában ugyanis nincs olyan geográfiai értelemben vett paphiány, hogy a fizikai távolság lenne leküzdhetetlen. Olyan van, hogy sok régi kis plébániára nem jut pap, de olyan, hogy azért nem tud egy hónapban csak egyszer elmenni, mert olyan messze van, nem jellemző. A másik dolog, hogy Európában van megszilárdult iskolarendszer. És ebben az iskolarendszerben, ma már megint a közép-kelet-európai régióban is, van iskolai hitoktatás. Na most ez külön minősíti ezt az egész kérdést, azt mindannyian tapasztalatból tudjuk, hogy nálunk is az állami jogszabályok, a finanszírozás és egyebek miatt volt egy eltolódás, mégpedig a plébániai hitoktatástól az iskolai hitoktatás felé. Márpedig ahol a hitoktatásnak a nagy része iskolai keretben történik, ott külön feszítő probléma az, hogy a résztvevő gyerekeket nehéz összekapcsolni az egyház közösségi struktúrájával, tehát mondjuk a plébániákkal, vagy akár magával a templommal. Ehhez még hozzájárul az, hogy ahol katolikus iskolák működnek, ezt nálunk is látjuk az egyházmegyében, van egy sajátos kísértés. Ugye azt hiszik sokszor az iskolai igazgatók, hogy akkor jó katolikus az iskola, ha a teljes lelkipásztorkodás feladatait is magára vállalja. Tehát létesítsünk kápolnát, ott őrizzük az oltári szentséget, biztosítsunk minden nap osztálymiséket ott benne az iskolában, és esetleg, ha nagyon szorgalmasak, akkor készítsük fel itt az iskolában a szentségekre is a gyerekeket. Na most nem azt mondom, hogy a szándék rossz. Egy kicsit szereptévesztés van, mert az iskolának elsősorban, katolikus iskolának az a küldetése, hogy katolikus szellembe oktasson és neveljen, nem pedig mondjuk a liturgiát szervezze. Hát ezért olyan fontos, hogy a plébániák és a katolikus iskolák között szoros legyen a kapcsolat. Ezt bizonyos egyházmegyék úgy oldják meg, hogy kineveznek lelki igazgatót a katolikus iskolákhoz, aki általában a helyi plébános. Na most a mi egyházmegyékben a helyzet kicsit sajátos, két okból. Egyrészt azért, mert nem volt olyan szerves a plébániával a kapcsolat akkor sem, amikor ezek az iskolák keletkeztek sok helyütt. Másodszor, mert a mi egyházmegyékben a legnagyobb a szerzetesi iskoláknak az aránya. Tehát ugyanannyi darab számra körülbelül, vagy majdnem, mint ahány egyházmegyei fenntartásban van, diák létszámban pedig talán még több is. Most ebből az következik, hogy bizonyos szerzetes rendek úgy érzik, hogy nekik a plébániákkal nem is kell különösebben keresni a kapcsolatot, majd ők a saját karizmájuk keretében ezt megoldják. Most néhány helyen ez egészen harmonikus, ahol tudnillik, rájuk van bízva, nem véletlen mondom ezt a szót, hogy rájuk van bízva a helyi plébánia vezetése is. Ugyanis a plébániák lelkipásztori ellátását pápai jogú klerikusi szerzetes intézményre csak is a megyés püspök bízhatja rá. A mai egyházjog szerint ez szerződéses formában történik, van néhány ilyen plébániánk. Általában ezek elég jól működnek, hiszen a szerzetes rend a rábízott plébánián több papot is tud biztosítani, amit az egyházmegye nehezebben tudna megoldani. Na most ilyen esetben az iskolával, ha ők vezetik ott az iskolát, akkor nyilván egy sajátos szerves kapcsolat van. A többi esetekben azonban hát le kellett szabályozni a plébánosnak és az iskolának a viszonyát is.
Ugyanezek miatt, az okok miatt fontos, hogy az iskolákban, és most már nem a katolikus iskoláról beszélek elsősorban, hanem a világi iskolákról, hogy az ott dolgozó hittanároknak a helyi plébániával jó legyen a kapcsolatuk. Megint több okból. Ugye van ugyan hitoktatási felügyelőség, nagyon jó, sőt a munkaügyi és a szakmai fejlesztési szempontból pótolhatatlan. Másfelől megint csak nem csak az egyházi jog, hanem az egyháznak az eredendő struktúrája azt kívánja, hogy a plébános a saját területén, ez a kötelessége, hirdesse az igét, ő legyen elsősorban a szentségi életnek a szervezője, stb. Na most ennek megfelelően nagyon fontos, hogy a hitoktatók, akik az iskolákban működnek, a szentségi felkészítés területén, főleg ezen a területen, tényleg egy jó együttműködést alakítsanak ki a plébánosokkal. Előfordulhat az, hogy a területileg illetékes plébános valamiképpen ezt nem tudja megoldani, tehát fogadókészség hiány. Olyan is előfordul, hogy az iskola pont egy plébánia területének a szélén van, és egy másik sokkal közelebb van hozzá, vagy személyiségbeli problémák adódnak. Ilyenkor előfordulhat az, hogy valaki másra rábíz az ember külön feladatot. De ez inkább az egyházi iskoláknál szokott megtörténni. A világi iskolák esetében az fordul elő, és erre van Budapesten is példa, hogy egy szomszédos plébánián működő pap bejár hittant tanítani az iskolába, és nem az a pap jár be, akinek a területéhez pontosan az az ingatlan tartozik, ahol az iskola működik. Na most ez is rendben van és megoldható, ha erre van szükség. Miért kell ma ezt különösen hangsúlyozni? Hát azért, mert felfedeztük azt, hogy egy óriási nagy lelkipásztori kihívással találkozik az iskolai hitoktatás. Majdnem azt mondom, hogy a hit továbbadásának, illetve a missziónak a front vonalán találta magát az iskolai hitoktatásunk, anélkül, hogy külön kereste volna ezt a pozíciót. Ez pedig ugye úgy történt, hogy létrejött ez a kötelezően választható hitoktatási rendszer, és tudom, hogy sok nyomorúságban, tudom, hogy sokszor iskolai igazgatók még mindig ellenségesek, vagy lehetetlen helyen, időben, stb. Oldják meg ezt a dolgot, de mégiscsak nagyon sok helyen beirattak katolikus hittanra olyan gyerekeket, akiknek a családja nem vallásos, akik esetleg meg sincsenek keresztelve. Na most innentől kezdve pedig nem egyszerűen hitoktatási, hanem kifejezetten a szó legszorosabb értelmében véve missziós feladattal néz szembe a katekét, a gárda. Na most ebben az összefüggésben a legnagyobb hiba az lenne, ha mi skrupulisták lennénk. És azt mondanák, hogy jaj, csak nem tudom hány év után, meg rendkívül sok feltételt támasztva, járjon a szülő is minden vasárnap templomba, és a többi. Ugye, aki Ferenc pápának a szentségi pasztorációs gyakorlatát és útmutatásait ismeri, nem volt fukar az ilyen megnyilatkozásokban, az pontosan tudja, hogy ebben nem szabad skrupulistának lenni, hanem nagy lelkűen, nagy vonalúan és szeretettel kell fogadni mindenkit, és akár rövid előkészítés után is segíteni kell, hogy eljusson a keresztségre. Persze együttműködve egy plébániával, lehetőleg a területileg illetékessel. Tehát nem évekig túráztatni, hanem legkésőbb az első év végén oda vezetni. Hogy aztán később a többiekkel együtt már lehessen például első áldozó. És a gyerek nem tehet arról, hogyha a szülei nem voltak templomjárók, ha most se viszik el vasárnap a templomba, minél kisebb a gyerek, annál kevésbé valószínű, hogy majd ő egymaga megtalálja oda az utat, és a családi programmal szakítva ő mégis a szentmisére megy el. Van, néhány van. Tehát vannak egész kicsi gyerekek is, majdnem hősies hozzáállással, de hát azért ez nagyon ritka. Na most, mi az, amit meg lehet tenni? Hát én emlékszem valamire, általános iskolás koromból, alsó tagozatból. Következő. Az ellenőrző könyvecskékbe, ahová ugye az osztályzatokat meg az intőket írták, és amit később, jóval később üzenő füzetnek neveztek, oda beíratta velünk a tanítónéni, hogy édesapa, édesanya, lehetek kis dobos? Ugye?
És erre hát mindenki beírta, hogy igen, kivéve az én szüleim, mert ott ez állt, hogy nem, dr. Erdő Sándorné. De egyébként ez egy lehetőség, hogy ilyen módon a gyereken keresztül megüzenni a szülőnek, hogy katolikus hittanra jár, megkeresztelkedhet-e. Ugye? Tehát nem biztos, hogy a szülővel kifejlődik egy gazdag személyes kapcsolat. Az a jó, ha kifejlődik. De ha nem fejlődik ki, még akkor is van egy ilyen minimális kontaktus, amelyiket azért mondjuk illő megtartani. Amíg a gyerek tényleg olyan kicsi, aztán később nagyobbak már maguk is nyilván tudnak erről dönteni az ott esetben. Tehát azt hiszem, hogy ez most egy nagyon nagy felelősség, itt számokat is hallunk, nyilván ismerik is ezeket a számokat, minden esetre 7000-nél több katolikus hittanra, iskolai hittanra beiratott gyerek van itt az egyházmegyében, aki nincs megkeresztelve. De ha egyszer beiratták őket katolikus hittanra, akkor a szülő részéről valami szándék azért mégiscsak van. Úgyhogy erre az enyhe és nem is tisztázott, nem is egészen stabil szándékra kell építeni. Tehát eszembe jut a bibliai hasonlat, hogy a megroppant nádat nem töri el, és a füstölgő mécsbelet nem oltja ki, hanem azt a kevés kis készséget vagy jót, amit meglátunk ebben a magatartásban, azt kell fölkarolni, és minél inkább bátorítani. Szóval ilyen összefüggésben vagyunk. Nagyon hálás vagyok a hitoktatási felügyelőségnek azért, mert egy komoly anyagot előkészített, amit majd ugye részletesen is be fognak mutatni a következőkben. A kateket a küldetése. Hát akkor még egy tapasztalatot hadd adjak át. Ugye Európában is előfordul az, mondok olyan országot, mint Németország, hogy a iskolai hittanár vasárnapi misére megszervezi a gyerekeket, hogy jöjjenek el, vezeti őket, természetesen ő is ott van, és akár még valamilyen liturgikus funkciót is vállal. Nyilván egy olyan faluban, ahol ugyanaz a kántor, mint az iskolaigazgató, vagy valamelyik tanító, ez sokkal könnyebb. De vannak olyan helyzetek, amikor maga a hittanár is meg tud oldani ilyesmit. Tehát amennyiben erre adott helyen lehetőség van, akkor ez is egy külön érték. Hogy ezt hogy lehet külön elismerni egyházi részről, ez megint egy másik kérdés. De itt egyszerre vannak emberi és keresztényi értékek vagy tartalmak, és ugyanakkor vannak munkaköri határok is, tehát nyilván a munkát, bármennyire emelkedett is az, el kell ismerni valahogyan, anyagilag is, hogyha valaki sok időt szár rá, meg sok erőfeszítést hozzá, tehát külön az órákon túlmenően. Tehát azt hiszem, hogy ezekben is egyfajta rendszerfejlesztésre van szükségünk, hogy az ilyen típusú pasztorális kisegítői feladatot, mert ez már az, abban a keretben el tudjuk ismerni. Hát nem biztos, hogy úgy kell számolni, mint egy időben kénytelenek voltunk, hogy hát csak éppen összejöjjön neki, ha ilyen címen, ha olyan címen, hanem esetleg lehet úgy is, hogy az pedig akkor külön pluszban jelentkezik. Természetesen az állami szabályozás mindig bürokratikus terhet jelent, mindig probléma, hogy az óraszám, és akkor mennyi kell a teljes álláshoz, vagy mennyinél több nem lehet akkor, hogyha óradíjat kap valaki. Ugye ez az előző években nagyon nagy probléma volt, de talán még most is van ilyen probléma, ugye? Már nem nagyon? Tehát igen, mert több a főállások, ugye? Aztán az is egy kérdés, ez Budapesten szerencsés az ország többi egyházmegyéjéhez képest, hogy még akinek több iskolába kell is tanítania, hát egy városon belül marad. Ugye? És nem pedig, nem tudom én, autóval kell egy nagy vidéket beutaznia hozzá. Mert szóval ezeket a konkrét és gyakorlati terheket azzal a felelősséggel párosítva próbáljuk megviselni, ezen a javaslatom vagy a kérésem, hogy az egyház missziójának az élvonalában vagyunk. Hogyan adjuk át a hitet? Egyszerűen, érthetően, de konkrét tartalommal. Tehát ne mondjuk azt, magunkat se áltassuk vele, hogy majd éveken keresztül csak a jó hangulatot adom át, ugye, tartalmakat meg majd később esetleg. Nem, a jó hangulat, a tartalom, a világos és könnyen megjegyezhető formulák is akár, azok hozzátartoznak az elejétől fogva a hitnek az átadásához.
Persze, hogy közben emberi kisugárzás, meg minden egyéb kell, de a tartalomról ne feledkezzünk meg. Szerintem még mindig egy-két szóval lehet, hogy avultnak tűnik, de még mindig módszertanilag kiemelkedőek a Hambas Endrének a hittankönyvei. De ez nem véletlen, a Hambas Endre az országnak a legkitűnőbb katekétája volt, és annak idején nemzetközi tevékenységet is folytatott. Tehát nem véletlenül választotta ki őt Serédi Biboros úr annak idején, és lett belőle először ugye budapesti helynök, sok minden, majd pedig családi püspök vagy kalocsai ilyesek. Tehát az ő életében az, hogy személyesen is írt hittankönyveket akkor, amikor már egyébként Magyarországon nem lehetett hittankönyvet kiadni, de ő neki még megengedték, és ő megcsinálta, azért ez egy rendkívüli teljesítmény volt abban az időben. Aztán még egy másik dolog, az nagyon borotva élen jár, ezeket már föl kell kutatni, mert nem terjedt el annyira, nem volt rá ideje, Gigler Károly. Gigler Károly kanonok teológiai tanár úr, aki Meszlényi Zoltán vértanú püspöknek volt a munkatársa, barátja, Drahos János általános helynöknek volt a helyettese, mikor Mindszenty Biboros urat már bebörtönözték. És miközben végezte az adminisztrációt, miközben titokban már ki volt szemelve, hogy helyettes ordinárisként belép, hogyha mondjuk elviszik Drahos Jánost, közben azért ő hittankönyveket is tudott írni. És az utolsó rendelkezése, utolsó, hát kevés volt, mert Drahos János kórházban volt, ő helyettesként vezette, de Drahos halálának a napján este már őt is elvitték, mert megtudták, hogy ő a kijelölt helyettes ordinárius. No, az utolsó rendelkezése, amit kiadott nagyon gyönge minőségű stencil papíron egy körlevél, az arról szólt 1950. június elején, hogy az iskolai hitoktatásra nem ulasszák el a beiratkozást, és részletesen közli, hogy hogy kell csinálni. Ugye annak idején ez is egy nagy probléma volt, hogy csak egy néhány óra hosszat lehetett, és a szülőnek mit kellett magával vinni ahhoz, meg ki kellett, hogy ott legyen a jelentkezéskor. Tehát szóval ez volt az utolsó hivatalos megnyilvánulása. De aztán még a börtönben, meg Kistarcsán is folytatta ezt a tevékenységét Gigler, és akkor pedig az internált szerzetes növendékek és kispapok körében tanította tovább a teológiát, vagy a hittant, és ez éveken keresztül folytatódott még. Hát tudjuk azt, hogy ő nem lett vértanú a szó szoros értelmében, mert szabadon bocsátották, és 56 után egy rövid ideig még egy nagyon elhagyatott kis faluba tudott működni, de hát azért alapvetően egy kiváló hitvallója volt az egyházmegyénknek, és azt hiszem, hogy ő is most nagy szeretettel és figyelemmel kíséri a katekétáinknak a munkáját, és azt a különleges helyzetet, amiben most vagyunk. De szerintem kérjük az egyházmegye szentjeinek, boldogjainak a pártfogását ehhez a munkához, mert nagy szükségünk van rá. Ha a gyakorlatban itt ezeknek a napoknak a során konkrét teendők merülnek föl, vagy olyan témák, amiben az én segítségemre van szükség, akkor bátran fogalmazzák meg ezeket, mert szeretnék erre minden lehetséges erőt és képességet összpontosítani, mert azt hiszem, hogy döntő feladatról van szó. Köszönöm szépen a figyelmet!